Bevallom őszintén, hogy sosem gondoltam volna így az utóbbi egy-két év tapasztalatai alapján, hogy hétfő reggel úgy fogok kelni, hogy de jó, hogy bemehetek a házba. A sok ápolt közé, már bocsánatot kérek, hogy ez természetesen nem vonatkozik mindenkire, de mindenki Ágyú. érti, hogy akartam ezzel kifejezni. Én szánalommal tekintek ezekre a képviselőkre, különösen azokra a képviselőkre, akiknek a személyi száma kettessel kezdődik. Melyek azok a liberális értékek, azok a liberális emberi tulajdonságok, liberális reflexek, ha úgy tetszik, amelyek egy valódi liberálist jellemeznek? Én azt hiszem, hogy egy igazi liberális egy olyan országban szeretne élni, ahol az emberek vállalkozó, kezdeményező kedve az teret talál, tehát kibontakozhat, a személyi autonómiák adják a társadalom alapját, és ezek a személyi autonómiák, ahogy itt a megnyitó beszédek egyikében is elhangzott, képesek és lehetőségük nyílik arra, hogy csoportokba szerződve képviselhetessék az érdekeiket, elképzeléseiket, értékeiket a társadalomban, és ezek a különböző alapon szerveződő csoportok jól megférjenek egymás mellett, tehát a tolerancia, a türelem, a másság elviselésének képessége az a másik alapértéke szerintem a liberalizmusnak, amelyet egy igazi liberálisnak nem szabad elfelejtenie.